Na, sziasztok! Mint tegnap láthattátok, a Facebook oldalon történtek elég furcsa dolgok. Egész konkrétan megváltozott a kinézet, és ennek köszönhetően eltűnt több mint egy évnyi tartalom, és egyéb ilyen finom dolgok, amit így nagyon sokan jeleztetek felém. Na, de hogy tulajdonképpen mi is történt. A hétvégén ugye Veszprémben voltam fotózni, és kikerült a Service Parkos album, és utána írtatok páran, hogy jó lenne, hogyha megoldanám azt, hogy lehessen jelölni magukat, meg tudják saját magukat jelölni az emberek a képen, és nem csak kommentben. Ez már egy nagyon-nagyon régi probléma volt, hogy nekem valamiért nem lehet megjelölni embereket a képen, csak kommentben, és így elkezdtem nyomozgatni, hogy mégis mi a helyzet. Kaptam infót, hogy ezen meg ezen az oldalon meg lehet csinálni, úgyhogy ráírtam arra az illetőre, hölgyre, hogy mégis mi a helyzet, nála milyen beállítások vannak, és így küldött screenshotokat, meg beszélgettünk, és nála így minden teljesen másképp néz ki. Hát mondom, az így érdekes. Úgyhogy fogtam magamat, kiírtam még az adatlapomra is privátban, aztán pedig kiírtam még egy-két technikai csoportba, és ott is írták, hogy van ilyen beállítás, de nekem viszont nincsen. És elkezdtünk nyomozni, hogy most akkor mégis mi van. Nekem teljesen másképp nézett ki a Facebook, teljesen más felületem volt, teljesen más funkciók voltak, nagyon sok funkciót nem láttam, és valamiért Isten igazából úgy viselkedett a Facebook oldalam, minthogyha egy profil lenne, és nem pedig egy Facebook oldal, tehát olyan, minthogyha nekem a saját személyes privát profilom lenne. De közben meg Facebook oldal volt, és itt valahol a kettő nagyon-nagyon össze volt turmixolva, és ez azért nagyon sok fennakadást okozott a jelek szerint. És átmentem egy ismerősömhöz, hogy nézze meg, hogy mi a helyzet, hát esetleg ketten többet tudunk, és talált egy ilyen menüpontot, hogy az oldal visszaállítása klasszikus nézetre. Erre rákattintottunk, és az oldal visszaállt egy hagyományos oldallá, és tök jól működik, és minden szipi szuper. És hát tavaly március 8 óta nincsenek meg a posztok. Tulajdonképpen így egy az egybe eltűnt minden róla. A képek azok nem pótolhatatlanok. Hála a jó égnek megvan mind a telefonos képek, hogyha valahol bejelentkeztem telefonnal, valahol jártam, ezek megvannak. A kidolgozott és felkerült képek, ezek megvannak, viszont ami nincsen meg, azok a különböző videók és élő közvetítések. És konkrétan az élő közvetítések, igaz, hogy az utóbbi cirka egy évben nem volt olyan sok, de akkor is azért volt, és voltak nagyon nagy sikerűek. És ennek köszönhetően ezek sajnos elvesztek, és az az igazság, hogy valószínűleg nem is lehet őket pótolni. A képeken gondolkozok még, hogy visszatöltsem-e, egyrészt érdemes így egy év távlatából visszatöltni, vagy nem érdemes visszatölteni, hanem így könyveljük el, hogy jó, akkor most volt egy ilyen időszak. Itt eltűnt egy év, és minden menjen a maga életében tovább. Nem tudom, az viszont biztos, hogy így az elmúlt, ha azt nézzük, hogy most jelen pillanatban délután 5:30 van, az elmúlt 20, bő 24 óra leforgás alatt nagyon sokatokkal beszéltem, nagyon sok ügyben, és bár nagyon sokat tudok a Facebook oldalakról, és azt lehet mondani, hogy sok embernél tudok többet a Facebook oldalakról, és ennek köszönhetően lett sok szempontból akkora az oldal, amekkora lett, viszont még a mai napig is nagyon keveset tudok. Úgyhogy jelen pillanatban, ami várható, az az, hogy csütörtök délután én egy nagyon remek ismerősömmel, aki nagyon otthon van ebbe a témában, mind marketing, mind mindenféle szempontból, összeülök, konzultálunk, és egy ilyen nagyon erős fejtágítást fog tartani, amit ezúton is nagyon szépen köszönök neki. Úgyhogy csütörtökön én megyek Budapestre, a délutáni órákba, ennek köszönhetem, aztán majd meglátjuk, hogy vissza lehet-e valamit állítani, vagy hogy lehet állítani. Az biztos, hogy ez a hét úgy fog kifutni, hogy mai nap még felkerül a Veszprémi album, és onnantól ilyen nagyon-nagyon összevisszaság lesz, ha lesz időm utómunkázni, akkor lesz időm, ha nem, akkor nem, mert tényleg ezt a Facebook oldalas dolgot azért itt rendbe kell tenni, és millió egyéb dolog helyre feljött a felszíre, úgymond.
De például most már applikációban rendesen kapok értesítéseket az üzenetekről, a kommentekről, eddig nem kaptam, mindig meg kellett nézni, hogy van valami komment, vagy éppen nincsen komment. Most végre rendesen kapok az applikációba értesítőt, tehát ilyen szempontból vannak dolgok, amik megjavultak, vannak dolgok, amik eltűntek, tehát például nagyon sok csoportban benn voltam Facebook oldallal, és Facebook oldallal tudtam kommunikálni, tehát hozzászólást akartam írni, akkor nyugodtan tudtam írni a Tóth Péter fotografival, bejegyzést tudtam tenni a Tóth Péter fotografival, stb. Jelen pillanatban ezt nem tudom megcsinálni. És ez a funkció eltűnt, miközben azért vannak, akik megteszik, tehát lehet látni, hogy azért sokak oldallal vannak bent csoportokban. Nekem most ez a funkció valamiért eltűnt, fogalmam sincs, hogy hol van, meg kell keresni. Át lesz állítva és át lesz varjálva még az oldal, még nagyon sokféleképpen, ahogy hallottam, rengeteg lehetőség van. És tulajdonképpen ennek köszönhetően szeretném nagyon-nagyon kiaknázni a Facebook adta lehetőségeket, és még inkább felvinni egy komoly és normális vállalkozásra ezt az egészet, de ehhez most jelen pillanatban, így hogy ennyire szétesett az oldal, rengeteg munkára van szükség, és megvan az a kellemes előnye, hogy ha már úgyis szétesett az oldal, akkor úgyis minden mindegy alapon, lehet nyomni, és akkor újra felépíteni az egészet. Sajnálatos módon, amit nagyon sajnálok, az, hogy az elmúlt egy év anyagát ok és vissza lehet tölteni, de elveszett az oldalról körülbelül 3,5 millió látogatottság, elveszett több százezer like, ami a posztokon volt, rengeteg nagyon jó komment, beszélgetés, stb. És ezek pótolhatatlanok. És ezeket nem lehet egyszerűen visszaállítani. Bár írtunk a Facebook supportnak, hogy mégis mi a helyzet, nemes egyszerűséggel nem tudom, hogy fognak erre válaszolni, ha egyáltalán válaszolnak, akkor mikor válaszolnak. A pesti találkozó után többet tudok mondani, mert van nagyon-nagyon sok érdekes lehetőség, amit így említettek, és onnantól fogva egy jóval komolyabb alapra lehet építkezni. És ilyen pillanatban, mivel szét van esve teljesen az oldal, emiatt úgy vagyok vele, hogy nem biztos, hogy akkor ebbe a formába folytatom az oldal építkezését, hanem meglátjuk, hogy milyen funkciókat és mit, hogyan, merre lehet belőle kihúzni. És újra egy új terv és egy új kontextus szerint felépíteni ezt az egészet. Ebben lesz rengeteg munka, de meglátjuk, meglátjuk. Az biztos jelen pillanatban, amit tudok mondani, hogy a héten igyekszek végezni a veszprémi képekkel. Nagyon nem hiányzott ez a Facebookos keverés, tehát ez elég rendesen lerabolta az időmet szinte azonnal, hogy most akkor mi legyen, hogy legyen, beszéltem nagyon sok mindenkivel, nagyon sok üzenetet kaptam, háláinek a többségük támogató. Az az egy-kettő, aki meg örül annak, hogy ez történt, és így eltűnt közel 6000 lájkoló az oldalról, az meg a saját szegénységi bizonyítványa. Legyen neki boldogság, ha ettől neki jobb, akkor kívánok neki szép napot. Úgyhogy javarészt ez a helyzet. Hogyha van valami ötletetek és egyéb véleményetek, akkor nyugodtan mondjátok el, akár itt YouTube-on a videó alatt, vagy akár Facebookon. Ha pedig tetszett a videó, akkor nyugodtan iratkozzatok fel a csatornára, nagyon-nagyon sokat tudnátok vele segíteni, mert hogyha megvan az 1000 lájkoló, akkor lehet itt is élőbe közvetíteni, és végre nem Facebookon kell, ótvar minőségben, mint ahogy engedi az oldal. Szóval, ha tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot, mondjátok el a véleményeteket, iratkozzatok fel a csatornára. Köszönök mindenkinek mindent, igyekszek ismételten felépíteni, a munka nem áll meg. Sőt, ennek az egy év kimaradásnak köszönhetően extra munka is van benne bőven, úgyhogy 0-24-ben tulajdonképpen lehet foglalkozni képekkel, oldallal, közösséggel, stb. És meglátjuk, hogy hogyan és miképpen fog kifutni ez az év. Úgyhogy, ja, ami viszont biztos, hogy szombaton és vasárnap mindenképpen találkozunk a Rábaringen. Ugye két napos futam lesz, szombaton minisprint,
délelőtt 11 órától, vasárnap reggel 6-tól pedig rally sprint, úgyhogy ha valakinek van szabad hétvégéje és érdekel a rally, akkor találkozunk Échlen Rábaringen. Sziasztok!